Évről évre növekszik az autóvásárlások száma az országban, ezt támasztják alá az idei év eddigi adatai is. 2019-ben elsősorban az új autót vásárlók száma nőtt meg ugrásszerűen. Ez Gulyás József, a Magyar Gépjárműkereskedők Országos Egyesületének alelnöke nyilatkozta televíziónknak. A használt autópiac 2019 évben gyakorlatilag az első év, amikor igazán nagy növekedése nincsen, egy minimális, egy másfél szájkos darabszám növekedést mutatható ki. Ebben az évben az új autó eladás az, ami gyakorlatilag csúcsot dönt. A statisztikák szerint évvégére 150 ezer feletti új autó darabszám várható, a használt autó pedig valószínűleg a tavalyi évet tudja megismételni. A babaváró hitelnek köszönhetően az új és a használt autópiacon is növekedés tapasztalható a fiatal házasok esetében. Az autóvásárlási program hatására sokan beszámítatják régi autójukat, így még kedvezőbben juthatnak hozzá új járműveikhez. A beszámításoknak köszönhetően a használt egyterűek árai csökkenő tendenciát mutatnak. A három gyerekeseknek járó 7 személyes gépkocsi támogatás 2,5 millió, az csak az új autókra jár, illetve a max. Egy éves tesztautókra. Tehát ez a használt autópiacot sajnos éppen hogy negatívan érinti, hiszen a fiatal 7 személyes gépkocsik, ha így a kereslet egy kissé visszaesik, hiszen a új autóra 2,5 millió támogatást lehet kapni. A babaváró hitel ez gyakorlatilag július 1-től igényelhető. Már megjelentek a piacon azok a fiatal házasok, akik ezt a babaváró hitelt esetlegesen, ha nem is 7 személyes, de más gépkocsikra fordítják. A előjelzések szerint ez azért keresletnövekedést fog előidézni a piacon, mind az új autó, mind a használt autó piacán. Gulyás József hozzátette, a használt autó piacon a 8-10 éves járművek a legkelendőbbek. A tapasztalatok szerint a benzines autók annak ellenére is népszerűbbek a vásárlók körében, hogy akár 25%-kal is drágább lehet, mint egy ugyanolyan kondíciókkal bíró dízelüzemű gépkocsi.